Vándorlás a keskeny ösvényen. Ellen Goodwight testvérnőnek álomban megmutatott út, mely Isten gyermekeinek utolsó időkben való küzdelmét szemlélteti. Jól megrakott kocsikkal haladtunk az úton, mely a hegyre vitt. Az út egyik oldalán mély szakadék volt, s a másik oldalán egy magas sima fehér fal. Az út mindig keskenyebb lett és meredekebb. Kénytelenek voltunk egész a falhoz lapulni, hogy a szakadékban essünk. Levágtuk a lovakról a csomagokat, melyek a szakadékba zuhantak. Mikor az ösvény még keskenyebb lett, ott hagytuk lovainkat, és gyalog folytattuk utunkat. A fal tetejéről köteleket eresztettek le, melyeket azonnal megragadtunk. Minden változásnál visszamaradtak egyesek, és csak azok maradtak velünk, kik hozzászoktak a teherbíráshoz. Mindig nagyobb lett a veszély, hogy az útról leesünk. Egészen a falhoz lapultunk. Ekkor már majdnem teljesen a köteleken csüngtünk, és így kiáltottunk. Fentről tartanak bennünket. Megborzadtunk, mikor közönséges, bűnös dolgoknak zaját hallottuk. Hangos nevetést, átkokkal, szitkokkal vegyülve. Még inkább jobban ügyeltünk, hogy a keskeny ösvényen maradjunk. Láttam, hogy a szép fehér fal vérfoltos. Bánat lopózott szívünkbe, de láttuk, hogy ennek így kell lennie. Azok, kik követnek minket, erről tudják meg, hogy mások már mentek ezen a keskeny nehéz úton, és a célt elérik majd. Végül egy szakadékhoz értünk, ahol már csak a kötelekre bízhattuk magunkat. A másik oldalon egy fűvel benőtt szép rét volt. Azután e szavakat hallottuk. Isten tartja a kötelet. Nem kell félnünk. Átlendültünk a szakadék felett a szép rétre. Hallottam, amint győzelmesen hangzott az Isten dicsőítése. Boldog voltam. Teljesen boldog. A mi teremtőnk 1844 óta az eredeti tiszta állapotra kívánja vezetni. S tanácsai által az idők folyamán kiszélesedett út egyre keskenyebb lesz az emberi bűnök elhagyása következtében. Született néktek ma a megtartó. Kedves nézőim, kedves hallgatóim! Szeretettel üdvözlöm Önöket ezen a szép téli napon, és örülnék annak, ha újból együtt tanulnánk most december lévén a Krisztusunk első eljöveteinek idejéről. Sok millió ember készül ma a karácsonyi ünnepekre, a szeretet ünnepére, vagy ahogy sokan mondják, Jézus Krisztus születésének napjára. Tanuljunk arról, milyen események történtek születése előtt. Zakariás pap a templom szentélyében megjelent, és oda jött hozzá egy angyal, és ezt mondja neki, a te imád meghallgattatod, és a te feleséged szül néked fiat, és nevezd annak nevét Jánosnak. Már előre megmondja, hogy mit fog tenni ez a fiú. Nagy lészen az Úr előtt, betelik Szentlélekkel, és ő előtte fog járni az Úrnak, és az illés lelkével és erejével, hogy készítsen az Úrnak egy tökéletes népet. Majd folytatja. Imé megnémulsz mind a ma napig, amikor meglesznek ezek, mert nem hittél az én beszédemnek. Ugyanez az angyal megjelenik Máriának is, aki Józsefnek volt eljegyezve, és ezt mondja néki. Imé, fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak. Ez nagy lészen, és a magasságos fiának hivatik, és néki adja az Úr Isten Dávidnak, az ő atyának királyi székét. Ő uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lesz. Majd bátorítja Józsefet. Ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az. Szül pedig néked fiad, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét a bűneiből. Láthatjuk, hogy keresztelő Jánosról, úgy mint Jézusról, az angyal előre megmondta a gyermek születésének célját. Ez a két gyermek 6 hónap különbséggel megszületik.
Apja után Zakariásnak akarják nevezni, de Erzsébet nem engedi, mivel az angyal megmondta néki, hogy János legyen a neve. Ekkor Zakariás is visszakapja beszélő képességét. Többen odafigyelnek, vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az apja így énekel róla. Te pedig, kisgyermek, a magasságos Isten profétájának hivattatol, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed, és tovább mit olvasunk róla? Növekedik, lélekben erősödik, és a pusztában vala. Jézus születéséről már az Ószövetségi iratokban is írtak több helyen a proféták. És akik kutatták az Ószövetségi írásokat, és ismerték Mikeás proféta által írtakat, melyet így szólnak. De te, Efratának Betleheme, bár kicsin vagy a Júda ezrei között, belőle származik nékem, aki uralkodik az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. És akik várták a Mesiást, azok tudták, hogy ez most az ő idejükben kell megtörténnie. Hogy milyen csodálatosan terv szerint tesz mindent a mennyei atyánk, ezt így jegyzi meg Pál apostol a Galatabeliekhez írott levélben. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, Isten kibocsájtotta az ő fiát, aki asszonytól lett, aki a törvény alatt lett. Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Az Jézus élete című könyvben ezt olvashatjuk. Az angyalok is csodálták a csodálatos megváltási tervet. Figyelték, hogyan fogadja Isten népe a testet öltött Isten fiát. És a mennyei küldöttek megdöbbenve szemlélték annak a népnek a közömbösségét, amelyet Isten azért hívott el, hogy a szent igazság világosságát tükrözze, és eljuttassa az egész világban. A templomban napról napra elvégezték az Isten bárányára mutató reggeli és estéli áldozatokat, de mégsem készültek annak fogadására. A nemzet papjai ismételgették semmit mondó imáikat, végezték Isten tiszteleti szertartásaikat, hogy az emberek lássák azt, de eközben a gazdaságot, a világi tekintélyt hajszolták, és nem készültek fel a mesiási kinyilatkoztatásra. Ha Izrael vezetői hívek maradnak megbízatásukhoz, akkor részük lett volna abban az örömben, hogy hirdethetik Jézus Krisztus születését. De így mellőzte őket a menny. A pásztorok csendes óráikban a megígért messiásról beszélgettek és imádkoztak, hogy jöjjön el a király Dávid trónjára. És ekkor az Úrnak angyala hozzájuk jöve, s mondta: ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen. Mert született néktek a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Majd sok angyal csatlakozik hozzá, s együtt dicsérik Istent. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És a pásztorok örömmel indulnak Betlehembe, s megérkezve, megtalálván Máriát, Józsefet és a kisdedet, dicsőítik az Istent, s ezt az örömöt hirdették mindenkinek. Részemre igen elgondolkoztató, hogy a három napkeleti bölcs elmegy Jézusnak tisztességet tenni. Mi alatt ezek a bölcsek az eget kutatták, és a csillagok fényes pályájának rejtett titkait igyekeztek kideríteni, bepillanthattak a teremtő dicsőségébe. Nagyobb világosság után vágyakoztak, és ezért a héber írásokhoz fordultak. A bölcsek örömmel ébredtek rá, hogy a Mesiás eljövetele közel van, és az egész földet majd betölti Isten dicsőségének ismerete. Azon az éjszakán, amikor Isten dicsősége beragyogta a betlehemi dombokat, rejtélyes égi fényt láttak. Nem álló csillag volt, és nem bolygó, ezért a jelenség különös érdeklődést váltott ki náluk. Indultak tehát a Mesiást meglátni. A föld legdrágább ajándékát hozták el annak, akiben megáldatnak a földnek minden nemzetségei. Az utat a profétai kijelentések ismételgetésével tették kellemessé. És mi történik, mikor Jeruzsálembe érnek? Csodálkoznak,
hogy senkit nem találnak, aki valamit is tudott volna az újszülött királyról. Kérdéseik? Nem örömet, hanem félelemmel teljes meglepetés, sőt, megvetést keltettek. Ezt mondták, hol van a zsidó király, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát, napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Lépjünk tovább. Amikor a kisded Jézust felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, a templomban volt egy Simon nevezetű férfiú, akinek a Szentlélek által ki lett jelentve, hogy addig nem lát halált, míg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És mikor szülei bevitték Jézust karjaiba vevé, és áldált Istent, és mondá, mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára. Világosságul a pogányok megvilágosítására, és népednek, Izraelnek dicsőségére. Milyen volt az ő gyermekkora? Édesanyja volt az első földi tanítója. Az ő ajkáról és a profétai tekercsekből tanulta mennyei dolgokról. Az írásokban való alapos jártasságából látható, hogy milyen szorgalmasan szentelte gyermek éveit Isten szavának tanulmányozására. Nátánel Jézus lakóhelyére olyan kérdést tesz fel, Názáretből támadhat-e valami jó? Mert Názáret lakosainak gonoszsága közmondásos volt. Jézusnak olyan helyen kellett laknia, ahol jelleme próbára lett téve. Állandóan örködnie kellett, hogy megőrizze tisztaságát. Minden összeütközést vállalnia kellett, amelyhez hasonlót mi is átélhetünk, hogy példaképünk lehessen gyermekségünkben, ifjúságunkban és felnőtt korunkban. Kicsiny korától kezdve fejlesztette jellemét, s még a szülei iránti tisztelet és szeretet sem teríthette el az Isten szava iránti engedelmességtől. Megvan írva, ez volt a magyarázata minden olyan tettére, amely eltért a családi szokásoktól. Tevékeny életében nem voltak percek, amelyek rést nyitottak volna a kísértésnek. Nem voltak céltalan órák, amikor rossz társaságba kerülhetett volna. Amennyire csak lehetett, elzárta a kísértő útját. Sem nyereség vagy élvezet, sem dicséret vagy bírálat nem vehette rá, hogy rosszat tegyen. Bölcs volt, hogy felismeri a gonoszt, és erős, hogy ellenálljon neki. János már végezte útkészítő munkáját, s Jézust megkeresztelte, ahol mennyei atya fiának ismerte el őt. Jézus mit mondott misszió munkája kezdetén? Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Mert eljön az éjszaka, amikor senki nem munkálkodhatik. Hogyan is ír róla Dávid király? Imé jövök, a könyvtekesben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ez kedvelem én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Az emelvények első kötetében, a 203. oldalon, elfogadván az emberi létformát, Krisztus olyan alázatot tanúsított, mely a mennyei lények csodálatára van. Az emberré válás élete nem lett volna megalázó, ha azt megelőzően Krisztus élete nem lett volna oly dicsőséges. Gondoljuk át és értsük meg, hogy Krisztus királyi parasztját, koronáját és parancsnokságát tette félre azért, hogy istenségét emberi formába öltöztesse, s így ott érje el az embereket, ahol azok elérhetőek voltak, s hogy erkölcsi erővel ruházza fel őket arra, hogy Isten fiai és leányai legyenek. Hogy megváltsa az embert, Krisztus engedelmes tett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. A legmagasabb rangú mennyei angyalnak sem lett volna hatalma arra, hogy akár egyetlen elveszett lélekért is váltságdíjat fizessen. Az ember Istennel való megbékéltetése csak egy Istennel egyenlő közbejáró által volt lehetséges, akit tulajdonságai méltóvá tesznek arra,
hogy az emberiség érdekében Istennel tanácskozzon, és aki be tudja mutatni Isten jellemét az elbukott világnak. Az ember helyettesének és kezesének emberi természettel kellett rendelkeznie, hogy összekötetésben lehessen azzal az emberi családdal, melyet képviselnie kellett. Ugyanakkor, mint Isten követének, isteni természettel kellett rendelkeznie, hogy ezáltal tartsa a kapcsolatot a mindenhatóval, valamint bemutathassa Istent a világnak, és közvetítő legyen Isten és ember között. E tulajdonságokkal egyedül csak Jézus Krisztus rendelkezett. Ő az ember kezese és Isten követe. Ember kezese azért, hogy igazsága által az emberek érdekében eleget tegyen a törvény követelményeinek, és Isten követe azért, hogy bemutassa az ő jellemét az elbukott világnak. Nagyon tetszik nekem ez a megfogalmazás, amit Ellen Gould White írásaiból olvashatunk. Ember kezese és Isten követe, ami megtartó Jézusunk. Tanuljunk most Sátánnal vívott küzdelmeiről. Ádámmal ellentétben Krisztus nem a gyönyörűséges Édenben kísértetett meg az étvágy terén. Sivár és elhagyott pusztában volt, ahol vadállatok vették körül őtet. Itt böjtölt 40 nap, 40 éjjel. Így lépett Krisztus az ő küzdelmébe, hogy legyőzze a hatalmas ellenséget, és hogy megálljon ugyanabban a próbában, amiben Ádám elbukott. Mindezt azért tette, hogy sikeres küzdelem árán megtörje Sátán hatalmát, és megmentse az emberiséget a bűneset átkától. Milyen szavakkal akarta legyőzni Sátán először Jézust? Nagyon érdemes ezeken elgondolkodni. Világossággal vette körül, és az Isten trónjáról érkező angyal egyikének vallotta magát, akit támogatására és szenvedésének enyhítésére küldött az irgalmas Isten. Azt mondta neki, hogy a fenséges angyalok egyikét a földre száműzték, és az ő teljesen lesomályodott és meggyötört alakja azt fejezi ki, hogy ő az a bukott angyal. És mit tett ezután? Saját vonzó megjelenésére irányította Krisztus figyelmét. Azt állította, hogy közvetlenül a menny trónjáról érkezett küldöttként joga van bizonyítékot követelni Krisztus Isten fiúságáról. És mi lett volna ez a bizonyosság? Arra kéri Jézust, hogy mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Eltökélt szándéka volt, hogy legyőzze Krisztust. Ezt tanulhatjuk tovább. Krisztus csodát vihetett volna véghez saját érdekében, de ez nem állt volna összhangban a megváltási tervvel. Krisztus küldetésének semmilyen részét nem képezte, hogy saját haszna, vagyis szenvedése enyhítése érdekében használja fel isteni hatalmát. A szenvedéseket önként vette magára. Felvette az emberi természetet, s így el kellett szenvednie az emberiség kellemetlenségeit, betegségeit és nyomorúságát. Nem vihetett végbe saját érdekében csodákat. Hasonlatos kellett legyen az atyafiakhoz. Csak így lehetett, ami közben járunk. Csak azt tehette a kísértések, a küzdelmek, a nehézségek legyőzésére, amire mi is kapunk Istentől erőt. Egyedül azt a fegyvert használta, melyet minden más ember is használhat. A hatalmas tanácsos igéjét. Meg van írva. Küldetésének célja az volt, hogy áldásokat, reményt és életet hozzon a lesújtottnak, a szenvedőnek. Mit olvashatunk életéről? Egész nap keményen dolgozott, tanította a tudatlant, gyógyította a beteget, visszaadta a vaklátását, enni adott a sokaságnak, s gyakran az egész éjszakát imában elmélkedve töltötte, s másnap újból ment és dolgozott. Betöltötte Jézus az ő földre jövetelének célját? A főpapi imájában, János 17. részében elfogadása előtt így imádkozik.
Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. Miért mondhatta el? Mert kitartó volt elhatározásában, hogy feláldozza életét azokért, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nézzük meg, hogyan imádkozott elfogatása előtt a Gecsemáni kertben. Most nem tanítványaiért imádkozott, hogy hitük ne legyen ingadozó, hanem csak saját megkísértett és szenvedő lelkét könyörgött. Elérkezett a rettenetes pillanat, el kellett döntenie a világ sorsát. Az emberiség sorsa még függőben volt. Krisztus még most is megtagadhatta volna a bűnös emberi nemzetségért meghatározott és elrendelt pohár kihívását. Még nem volt túl késő. Jézus még letörölhette volna orcájáról a véres verejték cseppeket, és hagyhatta volna, hogy az emberek vesszenek el bűneikben. Azt mondhatta volna, a bűnös hadd kapja meg bűnöért büntetését, én pedig visszamegyek az atyámhoz. Háromszor mondja el, atyám, ha el nem múlhatik tőlem a pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. S most, lélekben az emberi nemzetség egész története elvonul szemei előtt, látja, hogy a törvény megszegőinek el kell veszniük, ha magukra hagyja őket. Látja az emberek tehetetlenségét, a bűn hatalmát. Látja a világ fenyegető végzetét, és meghozza döntését. Megmenti az embert bármi áron is. A kárhozattól bármibe kerüljön neki. Elfogadja a vérrel való megkeresztelését, hogy általa az elkárhoztatásra szánt milliók örök életet nyerhessenek. Mi okozta neki legnagyobb szenvedését? Az egész világ bűnei nehezedtek rá. Az ember helyett szenvedett, mintha ő maga szegte volna meg atya törvényét. Az első kötet bizonyságtételben nagyon szépen le van írva, nézzétek a kertben, hogy vércseppeket izzad. Nézzétek abban az öreg lilaszín palásban. Hallgassátok a durva tréfákat és a maró gúnyolódást. Nézzétek, mikor nemes homlokára nyomják a tövis koszorút. Hallgassátok a gyilkos tömeget, amely mohon követeli Isten fiának vérét. Nézzétek, ott függ a kereszten a kín rettenetes óráin át. Kitárt emberi karjával átölelte az emberiséget, miközben isteni karjával a mindenható trónusába kapaszkodott. Ha őszinte szívvel elgondolkozunk, hogy a drága Jézus mit tett értünk, egyetértünk a következő szavakkal is. Áldott kiváltság ez, mindenről lemondani Jézusért. Áldott kiváltság. Úgy János, mint Jézus Krisztus életük célját elérték, elvégezték. Ez a gondolat vezérelje életünk minden napját. Született néktek ma a megtartó. Miért? A cél, hogy a mi kis bolygóink embereinek lehetősége legyen adva a csodálatos érdenkertbe való visszajutáshoz. Ez a cél végre lett hajtva. Hogy oda jutunk-e? Ez csak rajtunk múlik. Kedves nézőim! Egy születésnap hiába van ünnepelve, ha valaki eredménytelen, önző életet él, minden terv és cél nélkül. Ha nap mint nap Jézus életét szemlélve és követve, az év minden napján úgy élünk, mint ő, hogy életét adta érettünk, hogy szenvedett érettünk, akkor megértjük, hogy a szeretetet nem ünnepelni kell, hanem az év minden napján gyakorolni. Vajon elgondolkozunk-e azon, hogy milyen célra kaptuk az életünket? Csak a Szent Bibliában olvashatunk ilyet, hogy születése előtt valakinek megírták, hogy milyen munka bizatik rá. Ha életünk kezdetén nem is tudjuk, hogy mi lesz életünk értelme, célja, de sok év elteltével rádöbbenhetünk. Igen, az Isten elvárja ezt mindenkitől, tőlem is. Soha
Nem tettem fel, sem zúgolódva, sem másképp a kérdést, hogy én miért voltam fiatalkoromban olyan sokat súlyos beteg. Ha emlékeznek, az 51. előadásban felolvasott soproni levélre, ahol egy 11 éves kislány 4 éve tartó szünni nem akaró fejfájásáról írt nekem az édesanyja, akkor velem együtt örülnek most. A nyáron voltak először itt nálam, és azóta többször kontrollon, és tegnap kaptam a legszebb levelet a kislánytól. Kedves Kati néni, nagyon nagy öröm újságot írok. Nem fáj a fejem. Nekem ez olyan öröm, hogy egész évemre visszatekintve örömmel tekintek. Nem volt hiába sok szenvedésem, hogy tanulhattam, láthattam, tapasztalhattam, és most a mennyei atyám, a drága Jézus Krisztus szent kezében kicsi eszköze lehetek azoknak, akik vágyakoznak igazán meggyógyulni. Akik rádöbbennek arra, mint ez a igazán szerető szülő, ennek a kislánynak, Rékának a szülei. Az első találkozásunk után azonnal áttértek a vegán táplálkozásra, és pontosan, kitartóan végezték a terápiákat. Nyugodtan elmondhatjuk, nem eredménytelenül, a Jóisten áldásával. Én ezért nagyon boldogan fogom befejezni ezt az évet, és köszönöm az Úrnak, hogy kicsi eszköze lehetek szent kezében. Született néktek ma a megtartó, aki mindent megtett értünk. Kövessük az ő példáját. Ez az én imám mindannyiunkért. Amen.